Ez a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Kampányfilmje, amelyen a légimentést mutatják be. A felvételeken jól látszik, hogy mennyire meggyorsítja a betegellátást, ha a kórházak területén épül ki a leszálló hely a mentőhelikopterek számára. Eddig a légimentők közvetlenül nem tudtak leszállni a megyei kórház területén. A helikopterek egy közeli füves területen landoltak, innen mentőautóval szállították a betegeket a gyógyintézménybe. A Józsa András Oktató Kórházban most átadott 400 négyzetméteres leszállóhely ezt a régi problémát orvosolja. Ezzel a helikopter leszállóval tulajdonképpen azt a célunkat tudjuk teljesíteni, hogy a beteget megfelelő körülmények között, tehát ugye akár egy ellátott traumatológiai esetet, vagy akármilyen más esetet már a helikopterben is biztosítva van az ellátása, és az a szintű ellátást tudjuk tovább biztosítani itt a sürgősségi osztályunkon, illetve a traumatológia állomáson. Eddig is Nyíregyházán évente körülbelül 20 gép érkezett, nem itt a kórház területére, azonban azt gondoljuk és várjuk, és a statisztikai adatok azt bizonyítják, hogyha van egy hely, ahova lehet leszállni, akkor ezt igénybe is fogják venni, úgyhogy növekvő számban várjuk az eseteket, a földi személyzet biztosítva van, megtörténtek a képzések. Az ünnepélyes átadáson az egészségügyért felelős államtitkár beszédében azt mondta, a fejlesztés a 16,1 milliárd forint összértékű több kórház beruházás utolsó eleme, amelynek segítségével gyorsabbá és biztonságosabbá válik a betegellátás. Volt egy végülis berendfejezett álmunk, hogy azt szerettük volna, hogy a régióközpont az európai színvonalon működhessen. Elköltöttünk több mint 16 milliárd forintot, és a csúcsdíszre nem került még sor, hogy átadhassuk, és ezzel a mai lépéssel azaz, hogy végre kapott engedélyt leszálló pálya működésre. Ezzel tulajdonképpen a 16,1 milliárdos beruházásnak a csúcsdísze készült el. Ez pedig nem azért fontos, hogy ez szép legyen, hogy csúnya legyen a beruházás, hanem azért fontos, mert a betegek ellátása lesz sokkal gyorsabb, hogyha a leszálló pálya a kórház területén fog működni. A gyermekgyógyászati tömb tetején kialakított, a legmodernebb fény- és biztonságtechnikai berendezéssel felszerelt heliport döntően nappal fogadja majd a mentőhelikoptereket, de rendkívüli helyzet esetén az éjszakai leszállásnak sincs akadálya. Tavaly egyébként 17, idén eddig 9 alkalommal vetettek be mentőhelikoptereket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.